Ügyfélkapunk keresztül elektronikus úton március 15-től egyszerűen hozzáférhetnek az adózók a NAV által elkészített adóbevallási tervezetekhez, azok pedig, akik nem rendelkeznek ilyennel, körülbelül egy hónapig igényelhetik még, hogy postai úton kapják meg a dokumentumokat, ezt többek között SMS-ben is jelezhetik az ügyfelek. Nagyon fontos, hogy az SMS-ben meg kell adni, hogy SJA, szóköz, az adóazonosító jelet szóköz és a születési dátumot, de ezen kívül még öt lehetőség van arra, hogy kérjék a postai megküldést, például a 1819-es telefonszámon, az ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerünkön keresztül, tehát az UCC telefonszámon keresztül is kérhetik, kötetlenül levélben. A NAV oldalán webes űrlapon keresztül az adóazonosító jel és a születési dátum megadása után is lehet kérni a postázást, de ezt az ügyfélszolgálatokon személyesen is meg lehet tenni. Nagyon sokan jönnek pont azért, hogy szeretnék a postai megküldést, vagy pedig azért, hogy ügyfélkaput nyissanak. Egyébként, ha valaki nem kéri ki március 19-éig, annak sem kell aggódnia, mert utána, ha papíralapon szeretné megkapni, akkor utána az ügyfélszolgálatokon, a NAV ügyfélszolgálatain kikérheti, és akkor kinyomtatjuk nekik a tervezetet. Vagy pedig, ha 19-e után nyit ügyfélkaput, ugyanúgy eléri, ha valaki május 20-án nyit ügyfélkaput, akkor is el tudja érni. Abban az esetben, ha az adatok egyeznek és nincs szükség semmilyen kiegészítésre, a dokumentumot nem kell visszaküldeni. Viszont ha ő úgy látja, vagy tudja, hogy ő neki még van bevallásköteles, adóköteles jövedelme, például ingatlant ad bérbe, vagy esetleg ingatlant adott el a múlt évben, ami után adóköteles jövedelme keletkezett, akkor a tervezetet nem tudja javítani, beírni ezt a plussort, hanem akkor a 17 SZIA nyomtatványra átvezeti a tervezetnek megfelelő sorait, adatait, és kiegészíti a plusz adatokkal, de még ekkor is érdemes egyébként ügyfélkaput nyitni, mert elektronikusan sokkal könnyebb a kiegészítés, módosítás. A személyi jövedelemadó bevallásokat május 22-éig kell leadni, eddig az időpontig lehet rendelkezni az adó 1%-áról is.